Jó dolog szerelmesnek. Igen, jó dolog. És nem lehet belőle kiöregedni, ez az érdekes. Nem dolog. Lehet? Nem lehet kiöregedni. Tehát a mai napig pontosan látom, hogy ki az, aki fiú, aki nekem tetszene, ha fiatal lennék, és kivel lenne rezgésszám. Azt is látja az ember? Látja az ember, igen. Ha elég hajlama van erre a dologra, akkor látja. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Pogány Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Dolgozott a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a Nemzeti Színházban, volt szabadúszó, jelenleg pedig az Örkény Színház tagja. 35 éven át élt férjével, Koltai Róberttel. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, átnyújtottam egy papírt az aktuális alanyunknak, Pogány Juditnak, amely ugye 20 kifejezést tartalmaz, de reményeim szerint olyan kifejezéseket, amelyek annyira talányosak, hogy ő maga sem tudja, hogy pontosan miképp is utal az ő életének egy-egy aspektusára, személyére, korábbi idézetére, mert hogy valamennyi utal Pogány Judit életének egy meghatározó momentumára. Azok kedvéért, akik néznek és hallgatnak bennünket, elmondanám, hogy mely 20 kifejezés közül választott Pogány Judit. Nekik könnyebb? Hátizsák. Őrangyal. Én rontottam el. Távolságtartás. Közegellenállás. Sírva nevet. Többlet. Éles szem. Tűrhetetlen. Tandem. Aránytévesztés. Éjjeli menedékhely. Borongó. Rossz időben. Hangadó. Gyáva népnek. Észrevétlenül. Kölcsönhatás. És hatodik érzék. Fú. Igen. És most az a feladat, hogy... Hogy egyet válasszunk is kezdésként. Sejtelme nincs, hogy melyik mit tapasztal. Sejtelmem ez sincs. A jó. Az a jó. Sejtelmem sincs. És hát nem tudom, hogy ne az legyen, hogy beleválasztok valami leg élesebb témával rögtön az elején. Próbáljuk meg. Mi lenne, azt mondanám először, hogy észrevétlenül. Az észrevétlenül az arra utal, hogy tudomásom szerint ön olyan boltokba szeret járni, ahol nagyon jól kiismeri magát, visszatérő vendég, idegen helyekre nem szívesen szeret menni. Ez tényleg így van, de ezt honnan tudja maga? Tehát valahol elmeséltem. Igen, egyszer tényleg, tett ráutalás. Tényleg így van. Az a baj, hogy én egész életemben volt egy részben zárkózottság, részben szorongás, tehát egy sok mindenre alkalmatlannak véltem magam, elsősorban alkati adottságok miatt. Tehát elsősorban ránézésre, így az első blik, ránéz az ember egy másik ember, és rögtön felméri, hogy miről lehet szó. És én ebből a szempontból én rendkívül kis stílűnek, tehát egy szürkeverébnek éreztem magam. És de miért érezte annak? Mert az is voltam azért, tehát hogy konkrétan egész gyerekkoromban éreztem, hogy nem úgy nézek ki, ahogy kellene, nem tudom úgy előadni magam, és külső formámban úgy összekupálni magam, ami az embereknek netán tetszik, vagy örömet okoz, nem tudom. Tehát én mindig esendőbb és rosszabb küllemű voltam annál, mint ami nekem elfogadott lett volna. De és ezt feltételeztem másokról is, hogy ezt nem értékelnék. Tehát, hogy... De csak feltételezte, tehát erre nézve nem volt azért visszajelzés. De, hát én annyi, hogy láttam a többi embert, megláttam magamat, tehát nagyon, nagyon tárgyilagosan, és aránylag keményen döntöttem magammal kapcsolatban. Tehát, de tárgyilagosan, tehát amit én gondoltam magamról, azért az igaz volt. De csak külső jegyek alapján. Tehát a belső és a gondolatvilágom az soha nem volt azonos a külső megmutatkozásommal. Tehát így értem a dolgot. És emiatt valóban rejtőzködőbben tudtam létezni, vagy élni, és ahol olyan boltba be tudtam menni, ahol ismertek,
ott már nem kellett bebizonyítanom, hogy tudok vásárolni, hogy ügyes vagyok, nem tudom, hanem sőt, segítettek, helyesek voltak velem minden. És a sikerekkel, vagy az önbizalom növekedéssel, ez nem múlt el, vagy nem csökkent? Nem, sőt, egyre szorongóbb vagyok. Tehát ma már én nem járok boltokba, ma már tényleg van egy csemegeüzlet, egy zöldséges, egy vagy maximum két benzinkút, azok közül is az egyik olyan, ahol vásárolni is lehet. És csak oda megy? Oda járok vásárolni, és meg hát van gyógyszertár, meg van még egy-két DM, ahova még bebe. Nem egy-két, egy DM, ahova még bejárok. De az, hogy ilyen ruhaüzletbe vagy, tehát ahol ruházat, vagy cipő, hát cipőhöz végképp. Először is ugye eltrebélyesedtem, tehát nem úgy múlna, és jön egy is önbizalom, hanem én egyre rosszabb alkatú lettem, mert legalább amíg vékony voltam, vagy konkrétan deszka voltam, addig nem volt mit szégyelnem, úgy éreztem, hogy jelentéktelen figura vagyok, de nem volt mit szégyelnem. De amióta kövér vagyok, azóta rettenetesen utálom a figurámat, és hiába vagyok már 25-30 éve kövér, akkor sem tudtam még elfogadni. De ne kérdezzem meg, hogy és miért nem fogyókúrázom, vagy miért nem hozom magam rendbe, mert egy gyenge jellem vagyok. Ez ilyen lustaság, renyhesség? Nem tudok nem enni, mert én nagyon keveseket alszom, tehát túl sokat vagyok ébren, és ettől éjszaka is eszem. Miért alszik keveset? Azt mesélte édesanyám, hogy mikor éjjel jött betakarni, egészen kis gyerekkoromban, hogy akkor egy éjjel 10-szer nem voltam a rácsoságyban. Tehát kimásztam. Tehát én már gyerekkoromban is keveset aludtam. És sajnos, hogy egész életem során nagyon bírtam a nem alvást, és ettől aztán elszemtelenedtem, és agresszívan pusztítottam a szervezetemet. Szóval tényleg egész botrányos. Ha így visszagondolok, átlag 3 órás alvásokkal éltem végig az elmúlt 70-valahány évet. Napi 3 óra alvás. Igen, az átlag. De ez úgy jön ki, hogy előfordult, hogy nincs próbám, és akkor reggel ráaludtam egy nagyobbat, de az is előfordult, hogy 3-4 napig egyáltalán nem feküdtem le. Tehát, hogy, és nem vette senki észre. Ön se? Én nagyon, de bírtam. Gyakorlatilag dolgozni is tudtam, tehát játszani is tudtam így meg minden. És a mai napig, mikor éjjel hazamegyek mondjuk egy előadás után, először előadás után nagyon eltolom az időt. Benne az öltözőben, büfében, ha van ott még kollega, akkor a beszélgetésekkel, és mivel előadás előtt nem illik jól lakni, hát előadás után először még eszem, akkor pakolok, tehát nagyon el tudom tolni az időt, mire hazajutok, és akkor kezdek otthon mindent csinálni éjszaka. És akkor is eszik éjjel? Éjjel is eszem, igen. De az mondjuk nagyon jó dolog. Az úgy tud jól esti az embernek. Nem tudnék másképp, tehát nem tudom elvégezni a dolgomat. Na most ez egy kertes házban élek, és mindig van valamilyen élőlény. Tehát most éppen kutyáim nincsenek, de volt, mikor 5 volt. És cica az rengeteg. Egyszer volt 17 cicám. Most ebben a pillanatban 7 van. De ezek egy sem már az enyém. Az én cicáim megöregedtek, kutyáim megöregedtek, mindenki elment, kakadút elajándékoztam. Viszont akkor kitalálom, hogy amikor éppen védett állattá vált a sűn, akkor én, és kiderült, hogy milyen kicsi, kevés már a populáció, akkor én elkezdtem etetni a sünöket. Na most a környék sünnyei, azok egész éjjel jönnek, mennek, ropogtatnak. Tehát van, nekem arra is kell. Az egyik téma lett volna az állat szeretet. Az az éjjeli menedékhely lett volna, de beszéljünk róla, mert ez miből fakadhat, hogy valaki így gyűjti maga köré, hát számos, sőt, hát most már nem is tudom hány fajta állatot. Hát volt tényleg mindenféle. Minden volt tényleg. A japán táncoló egértől kezdve. És tényleg, hát egyszer mondjuk a fiam akart ornitológus lenni, diákkorában ő arra készült, állandóan hordtam a budakeszi madárgyűrőző táborba meg. Szóval nagyon dús életünk volt minden szempontból, állatok szempontjából is, és még egyedül lovam nem volt tulajdonképpen, mert a fiam, amikor kicsi volt, akkor egyszer egy ilyen lejtős vagy emelkedős utcán egy megrakott óriási nagy brikett, a brikettszén az a kerek, azt húzta egy lóval, egy szekéren egy bácsi, egy lóval, és
és nem tudott, csúszott, és nem tudta fölhúzni a ló, és verték, tényleg ostorral verte a gazdája, és a fiammal ezt láttuk. Na és akkor aztán nagyon sírt otthon, és akkor meg kellett ígérnem neki, hogy majd, ha ő nagy lesz, majd lesz lovunk, és majd, de hogy akkor be is takarjuk, mondom, be fogjuk takarni, de mondom, most nem tudunk, látod, ebbe a kicsi lakásba nem férne el egy ló. És beígértem, hogy majd, ha nagy lesz, akkor lesz, és most nagyon nagy már a fiam, mert 49 éves, és nem lett lovunk. Tehát, hogy van olyan állat, amit sajnos nem sikerült az életünkben, de azon kívül én nem tudom, hát a gyíkot is, a mocsári teknőst is átteleltettem, és évekig éltünk együtt, mert például az első komolyabb haláleset, amiben én bűnösnek érezhettem magam, az talán egy egész napig tartó fuldokló zokogás volt. Akkor hát olyan 4 éves lettem körülbelül, és a vállam, hálóinkben voltam még reggel, és a vállamra szállt a papagájunk. És annyira boldog voltam, és annyira meg voltam tisztelve ettől, hogy ki akartam menni megmutatni a szobából, ki a konyhába megmutatni a nevelőanyámnak, hogy én nem szállt a papagáj. És mentem ki, és engem átugrott a macska. És soha többet nem láttuk a papagájt. Oh. És hiába az egész család kergette, futottunk a kertbe utána, de hát nem volt meg se a macska, se a papagáj. Na, akkor és magátok például, volt-e? Hát természetes, és igazam is volt. Hát én vittem ki a papagájt a konyhába, meg hát egy olyan területre, ahol azelőtt nem járt a papagáj. Emberekkel is ilyen jó szívű? Az a bajom az embereken való segítéssel kapcsolatban, ahol tehetem, mindenhol ott vagyok. De ahhoz az embernek szinte abba kéne hagyni a pályáját, hogy igazán hathatósan odafigyeljen. Tehát ha valaki szociális gondokkal elkezd foglalkozni, akkor nincs vége, annak nincs határa, és teljes embert kíván. Tehát gyakorlatilag arra nincs már energiám, hogy igazi, komoly odafigyeléssel beleálljak egy igazán hasznos helyzetbe. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig egyszer próbáltam összeadni azokat az utcasarkokat és tereket és piros lámpákat, ahol jöttek a hajléktalanok, meg a hát akik kérnek segítséget az embertől, és egyszer próbáltam összeadni, és a napi kiadásom kijött egyszer 30 ezer forintra. Csak abból, igen, amit így igen, adott. Igen. Na most ez azóta kis hiány megszűnt, mert ugyanazokon a helyeken ma már nem állnak emberek, ma már nagyon kevés olyan piros lámpa van, annyira hosszú piros lámpa, hogy akkor ott mégiscsak jön valaki minden, de körülbelül 72 éves koromban döntöttem úgy, hogy nem lehet, hogy egy 72 éves öregasszonytól kérjenek. Tehát ő találja ki, bármilyen módon próbálja kitalálni az életét úgy, hogy nem sokára majd ő segítsen inkább nekem. Tehát, ön az a típusú ember, hogyha lát emberi, hogy állat esetében valamilyen szenvedést, azt nagyon mélyen átéli? Kegyetlenül. Tehát nem is átélem, megfulladok miatta, belepusztulok. Ha egy szegényt, egy éhezőt, vagy megőrülök egy fájdalmat tőle. Lát valahol. Megőrülök tőle. Igen, de, hasonlóan állatnál. Szerintem én ezeket örököltem a szüleimtől, ezeket a géneket, vagy ezt a... Én azt hiszem, hogy ezt az értékrendet az ember gyerekkorában megtanulja. Mm. És utána azt szerint él. És hála is, hogy ezt adom tovább. Gyerek, unoka, körülbelül gyerek, így unoka, lát, egy fiam van, 3 fiúnokám, de én ezt adom tovább. Na nézzünk egy következő témát. Jó, elkanyarodtunk mindenfelé, de nem baj az. Nem hát én ilyen mellébeszélő vagyok. Nagy ámulattal hallgatom, nagyon jó, ott válasszunk művésznő egy másikat. Az éjjeli menedék helyet akkor kilőttük, jó? Jó. Júj. Mi lenne ez? Hát ez egy érdekes téma lehet. Mi az, hogy aránytévesztés? Az aránytévesztés, ugye az ön esetében számtalan sikeres drámai szerep mellett, mondjuk a Pinocchio vagy a Vuk, szerintem bizonyos közegben lehet, hogy nagyobb népszerűségnek, vagy nagyobb ismertségnek örvendett, mint egyik-másik. Ez zavarta-e
a művésznőt. Volt egy szakasz az életemben, amikor konkrétan zavart. Sokszor volt olyan, hogy a pokolba kívánt, amikor ezzel azonosították? Nem. Egyszerűen csak igazságtalannak éreztem, hogy amikor, vagy Beckett, ó, azok a szép napok, vinnie a Ser Tamás rendezésében. Tehát, hogy olyan óriási estéket, én egyébként egy nagyon öntelt színész vagyok. Öntelt? Tehát, abszolút, igen. Tehát én, amikor értékeset csinálok, arról tudok. És azt el is fogadom, hogy ez jól ment. Tehát ez... Ön tudja, vagy kell hozzá a kollega, a rendező? Nem, én tudom. Az milyen gyakran van ez a nagyon áhított? Nagyon sokszor van. Sokszor? Nagyon sokszor van. És tulajdonképpen ebbe beletartozik az is, amikor netán valamit vétek az este során, például bakizok, mint most. Tehát, hogy... És az ember meg javít. Belehal? Nem halok bele. Ha igazán jól ment az egész este, tehát az előadás jól sikerült, akkor ez semmi ahhoz képest, ráadásul hozzátartozik az élőbeszédhez. Tehát ezeket én nagyon megbocsátóan tudom fogadni. Még magammal kapcsolatban is nem szeretem, meg utálom, hogy előfordul, de ezzel együtt, ha jól ment az előadás, akkor ennyi belefér. Az önteltet úgy kell elképzelni, hogy a reálistól hízelgőbb képet állapít meg az ember magáról? Mert akkor csak azt kéne mondani, hogy tisztában vagyok a képességeimmel. Az önteltben van egy pici ilyen gőg, nem? Nem. Hát én ezt úgy szándékosan mondom így ebben a megfogalmazásban, hogy nehogy más mondja rólam, tehát ez a Cyrano effektus, de én tudom, amikor jó voltam aznap. Tehát, hogy valóban akkor így mondanám, tisztában vagyok vele, hogy aznap jól ment, és hogy állt a levegő, és megfogtam a közönséget. Tehát ezekkel tisztában vagyok, és ez gyakran van. És nagyon-nagyon sok szerepemnél érezhettem azt, hogy ez aránylag jó volt. Mióta tudja magáról az ember, hogy jó színész? Az a baj, hogy én rögtön az elején éreztem, hogy mikor vagyok jó, és mikor nem. Csak aztán volt egy nagy félreértés a szakmámban, szakmailag, az, hogy egyszer a Shakespeare, ahogy tetszik, én próbáltam Zsámbéki Gáborral. És az ördög tudja, miért jutott eszembe, de felvettem egy próbát. Na, akkor majdnem abba hagytam a pályát. Tehát amikor meghallottam a saját elviselhetetlen hangomat, beszédstílusomat, pöntjögésemet, ez a pattogtató való beszéd, meg minden, ami kibírhatatlan. Tehát amikor én felvettem egy próbát az Ahogy tetszikben, amiben azt hittem, hogy jól próbálok. És a Zsámbékitól is minden visszajelzés a rendezőtől azt bizonyította, hogy tetszik neki, amit csinálok. És akkor felvettem egy próbát, és akkor el akartam menni képesítés nélküli tanyasi tanítónőnek. De meddig jutott el a tervezgetésbe? Hát elmondtam a Zsámbékinak. Hogy hello, megyek? Igen, hogy nekem ezt abba kell hagynom. Komolyan gondolta? Nem gonoszkodni akarok, nem, de van az, amikor az ember... Azt akarják, hogy igaztalják. Nem, nagyon-nagyon-nagyon komolyan gondoltam. Tehát olyan végtelen csalódás volt számomra, hogy amikor én azt hallom magamban belül, hogy nem rossz, amit csinálok, tehát hogy jó irányba vagyok, és jól játszom, hogy akkor azt végső soron tulajdonképpen elviselhetetlen, akkor nem tudom. Azt hittem, hogy... tehát megállt a világ. Zsámbéki mit mondott? Hát aztán végül meggyőzte. Ragaszkodott. Hát nagyon, nem könnyen. Volt egy olyan nyarunk a Zsámbékival, mert aztán ez elhúzódóan zajlott ez a dolog. Tehát, hogy újra és újra haragudtam magamra a hibáim miatt, és akkor volt egy olyan nyarunk, ahol nyáron, amikor nyári szünet is nem volt színház, háromszor rendelt föl, a szüleivel lakott akkor éppen, a szülei lakására, és három délutánt töltöttem ott vele vitatkozással is. És a harmadiknak a végén bömbölve aláírtam a szerződést. De nem ment az úgy könnyen akkor. És utána elkezdett máshogy beszélni? Nem rögtön, mert magamtól azt hiszem, hogy nem találtam rá még erre a megoldásra, csak volt nekünk Kaposvára, hát a legszerencsésebb pályát mondhatom magamnak, és azoknak, akik a Kaposvári Színház őskorában ott valaha valamennyi időt eltöltöttek. Csodálatos rendezőink voltak. Tehát az ország legnagyobbjai, és a korszak legnagyobb rendezőjét, már annak az időszaknak. És például Ács János,
aki rendezte Kaposváron a Mara halálod című előadást, amiben Charlotte Corday-t osztotta rám, és már főpróba hét volt, amikor egyenként is volt közös megbeszélés, instrukciók, minden, de egyenként is beszélgetett, és nekem csak annyit mondott, hogy az egész minden megoldás csodálatos számára, nagyon tetszik neki, de az lenne jó, ha mégis a Charlotte Corday egy sötétebb figura lenne. Tehát te egy megkeseredettebb személyiség. És akkor mondtam neki, hogy de nem, amikor már több ízben megalázták, tehát nem a végére keseredik meg, és sötétedik be ez a figura, ez a személyiség. Azt mondja, de ugyanezt az ívet, azt járjam be, csak kezdéskor már sötétebb személyiség legyen. És aztán arra még rá a végső nagy megalázások is. És kétségbeesés. És akkor másnap én mélyebb hangon kezdtem próbálni. Tehát, hogy egy sötétebb személyiségre gondoltam, tehát nem a hangomat helyeztem lejjebb, hogy most megmutatom, milyen vagyok, amikor pöntjögök, meg így csinálom, meg kicsit ilyen családi hangulatban otthon, ahogy beszélgetek, és utána nem határoztam el, de az teljesen biztos, hogy mélyebben és lejjebb kezdtem beszélni. És mindenki kérdezte, hogy mi történt a hangommal. Mondom, semmi, a Jani kérte, hogy sötétebb figura legyen. Tehát ehhez kellett egy szem, egy érzék, egy akkora tehetség, mint az Ács János volt, aki minden pöntjögésem ellenére belém látta azt a figurát. Igen ám, de hogyha nem veszi fel azt a próbát, akkor miért nem szóltak korábban, ha csak ugyanról szólt ez a hangsáv, a rendezők? Na, akkor haragudtam a rendezőkre egy kis ideig, valóban haragudtam, mert használták ezt a pöntjögést, tehát ezt a női típust, ezt a kicsit butácska, esendő, de azért kicsit butácska női csipogást, ezt használták belőlem a rendezők. Vagy például, amikor a Zsámbéki azt kérte az Ivanovban, hogy avatatlan fül észre se vegye, olyan finom zsidó akcentus szeretne hallani. És akkor én nem is tudtam pontosan, hogy kellene azt megtanulnom. Elkezdtem ráérdeklődni ismerőseimnél, és begyakoroltam. Tehát, hogy kell azt csinálni? Milyen akcentus az? Egy kicsivel másabb a dallama a mondatnak. Aha. És de nem törvényszerű, de jellemző rá. Amikor én Kaposváron elkezdtem főszerepeket kapni, először Zsámbéki Gábortól, majd Babarczi László, Asek Tamás, Ács János, de az összes vendégre, Jeles Andrástól kezdve, Gotár Péteren át, tehát, hogy ott rengetegen megfordultak, csodálatos rendezőket dolgozhattam, és soha többet senki nem kérdezte meg, hogy van-e diplomám. Ez is az egyik téma, akkor most ezt kilőjük, ez az én rontottam el lett volna. Ön elment felvételizni, a saját elmondása szerint nem túl jól. Nagyon rosszul, igen. És nem is próbálta meg többször. Azért ez fura. De az volt a baj, hogy én... Akkor végképp egészen tárgyilagosan megláttam magamat kívülről. Tehát, hogy az egész családom, mindenki, ismerőseim, mindenki, jaj, Juditka, hát meggondolta ezt, hát való, nem való magának az a pálya. Meg, ezt nem való, mondták. Igen. A család is féltett minden. Hogy mondjam, tehát tényleg én a mai napig hiába játszottam rengeteg filmbe is, meg nem tudom mi, a mai napig tudok úgy menni az utcán, hogy a kutya észre nem vesz. Direkt így megy? Igen. És hogy kell úgy menni? Hát úgy, hogy gyakorlatilag én a nagy generációnak az a szakaszához, akkor nőttem, akkor voltam kamasz, úgy nőttem fel, hogy a fekete az a lázadás színe volt abban az időben. Na most ezt mindenki kinőtte, mindenki elmondja, én úgy maradtam. Tehát én elkezdtem a fekete ruha viselését egészen fiatalon, és egyszer csak azt vettem észre, hogy engem az megnyugtat. Tehát, hogy bármilyen más színű ruhát felveszek, akkor úgy érzem, hogy mindenki engem néz, tehát, hogy az utcán néznek, rám néznek, nem tudom. De kipróbálta? Igen, kipróbáltam. És tényleg néztél? Igen, igen. Nem az ember projektálja ezt? De biztos én magam is, ha én figyelek örökké, akkor észreveszik, hogy valaki figyel. Tehát nem tudom, tehát nyilván magam is benne vagyok ebben a dologban, de az, hogy amikor egészen sötét, mondhatnám azt, hogy kizárólag fekete ruhákba járok, akkor nyugodtabb vagyok, kevésbé vagyok zavarba. Általában, ugye ott ezt nem is
fejeztük be azt, ha bemegy egy vadidegen boltba mondjuk, mert mondta, hogy hova jár, akkor ez a jó szó, hogy zavarban van? Nagyon zavarban vagyok, igen. Azt elmondja nekem, hogy mitől? Tehát hát, mi baj érheti? Hát az, hogy egy alkatilag nagyon nem túl jó megoldású nő mondjuk szeretne ruhát venni, na most próbáljunk fel egy ruhát, főpróbálok egy ruhát, nekem olyan az alkatom, hogy nincs rám szabás, mint ott, tehát egyszerűen nincs rám jó ruha, és akkor azt még el is kéne dönteni, hogy ez most jól áll, vagy, és amikor például egyszer a vers felvételnél, és a csodálatos rendező Horváth Jenő, mi gonosz Horváth Jenőnek hívtuk, csodálatosan az ország egyik legjobb rendezője volt, csak 56-os szellemi vezér volt, és évekig be volt tiltva, börtönbe is volt minden. Lényeg az, hogy ő vett egy versműsort, várban, a lovag teremben volt a felvétel, és azt az értesítést kaptuk, hogy valami estéi ruhában, meg nem tudom mi. Hát mondom, most álljulok el, Vörös Sándor kellett mondanom, estéi ruhám nincs, nem is volt soha, és akkor még kaposvári színész voltam, feljöttem Budapestre, elmentem a Váci utcába, és a mellék utca, és valahol megvettem egy sötét, tehát óarany lurex földig érő kötött ruhát, vagy valami hasonló anyagú ruhát, de azt a kint, ahogy én a boltba, mert ott meg kell mutatni, hogy na mutass a művész, mert akkor éppen ismertek, na művésznő, ja, hát ez nagyon, ez jól áll, jaj, de, és én láttam, hogy katasztrófa, annyira idegen rajtam, hogy én ebben nem mehetek emberek közé, és hát ez a 70-es években 2400 forint, tehát majdnem a havi fizetésünk volt, tehát hogy megvettem 2400 forintról az óarany, lurex, tehát fémszálas, csillogó ruhát, amit tudtam, hogy amíg élek, nem lesz még a kezembe sem, és megvettem, csak hogy ne nézzenek már, hogy jól áll-e, vagy rosszul áll. És hát akkor egy szatyorba elvittem ugyan a forgatásra, de a Horváth Jenő csodálatos volt, mert egy ilyen kis fodros, itt gumizott, és itt is ilyen gumizott, nagyon halvány, icipici kis virágos búz volt rajtam, és egy drab farmer nadrág, és mondtam neki, hogy én elhoztam ezt az estéi ruhát, de nagyon nem. Hát így jó, ahogy van, mondta Horváth Jenő, és farmer nadrágban mondhattam a agyon mosott kis blúzomba a verset. Tehát, hogy... És nem is nagyon jár akkor ez idő szerint ruhát vásárolni, de hogy szerzi be a művésznő akkor a ruhákat? Ott tanácsoltak nekem egy üzletet, ahol terebélyes asszonságokra is lehet kapni ruhákat. El is mentem, meg is próbálkoztam, és vettem valóban. Például ezt a kis kabátszerű blúzt is valóban ott vettem. De... ezt maga nem tudja elképzelni, hogy ezt én fölveszem alkalomra is, tehát ha színházba megyek is, ha tévériportra megyek, akkor is, de ma is, meg holnap is. Tehát nincs előkelő vagy kiöltözős ruhám. Most a legnagyobb kínba vagyok, hogy lesz egy filmbemutatóm, az Unoka című film, és el kell mennem egy díszbemutatóra. Ez kín? Tehát ez erőkifejtést igényel? Hát én hogy fogok ott megjelenni? Tehát, hogy ma... Mert egy időben, amikor én a legtöbb filmet forgattam, akkor az is a lázadás egyik formája volt, hogy nem öltöztünk ki egy filmbemutatóra. De ma ez a lázadás már nem divat. Nekem nem lesz egy könnyű este. Vissza a felvételihez, és azt mondja, hogy nagyon rossz volt, elutasították, és ön akkor tudta, hogy én még egyszer meg nem próbálom. Nem, megalázó. Tehát nem fogom megalázni magam azzal, hogy egy felvételi helyzetben, ahol én alkalmatlan vagyok, az úgynevezett, amit én tudtam magamról, az, mint értékem, az én empátiára való hajlamom. Tehát az, ami sok színészben van átélőképesség, de az a mélység, ahova én tudok leásni, amilyen mélyre én tudok lemenni, mint színész, az viszont nagyon ritka. Tehát nem véletlen, hogy minden alkati adottságom ellenére a rendezők kapkodtak egymás kezéből. Tehát egyszerűen... Ezt el tudja nekem magyarázni, vagy nekünk, akik igen? Nézik ezt a műsort, hogy hol válik el a különbség a kettő közt. Tehát ez az empátia béli mélyfúrás, ez hol érhető tetten máshoz képest? Tehát hol fogja meg a figurát? Hogy éli bele magát annyira, mint más nem? Erre nagyon nehéz tárgyilagosan magyarázatot adni, hiszen ez valami szinte megfog. A tehetségnek az a szintje, ami már nehezen megfogalmazható.
Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ügyes színész van, bravúros, jól működő, és azok is, az is egyfajta színészet, és az is nagyon jó tud lenni. De amikor teljesen azonos százalékban van jelen az, hogy én nem eljátszom egy-egy érzést, vagy nem eljátszom azt a figurát, akit aznap estére bevállaltam, hanem azzá válok. De ugyanakkor nincs egy ekkora mozdulatom se, amiről ne tudnék, amit ne figyelnék, amit ne én irányítanék. Tehát az átélőképességnek és a tudatosságnak a teljesen 50-50 százaléka van jelen, ez azért nem nagyon sok színésznél van meg. Kinél van még? Mond valakit? Nem mondok valakit. Ez egy nagyon nagy bevallás, hogyha én magamról azt mondom, hogy én ennek közelében vagyok. De nem nevezek meg, mert se megbántani nem szeretnék kollégákat vagy színészeket. Ott dől el a dolog, hogy vannak színházak, ahová nagyon sokat járok, és vannak színházak, ahova a lábamat be se teszem. Tehát, hogy... Ott kevésbé élik át ezt a fajta... Nem csak az átélés, maga az ízlés a legfőbb dolog. A legfőbb dolog maga a színházi ízlés, de ahol jó az ízlés, ott azért több fordul elő abból, akiket én szeretek játszani. Milyen diplomatikusan, de azért elmondta az ilyesfajta súlypontokat, de minden szerepbe bele tudja élni magát ez a fajta kvalitás? Tehát voltak éppen mindegy, hogy hát, ki az illető? Hát nem, vannak nagyon nehéz szerepek, de az szerintem ott dől el, hogy szeretem-e azt a feladatot, vagy nem. Tehát, hogyha nem szeretem eléggé, akkor nem könnyű. A mai korszakomban, tehát a mostani időszakomban is van olyan szerep, amit én nem választottam volna. De ha valahol társulati tag vagyok, és megbíznak egy szereppel, akkor azt eljátszom, megpróbálom a tudásom legjobb lehetőségei szerint eljátszani. De nem mondom azt, hogy jó vagyok benne. Uh-huh. Tehát most is van olyan feladatom, olyan munkám, a pillanatnyi feladataim között is, ami nem kedvencem, vagy én nem választottam volna, és azokban nem könnyű nagyon jónak lenni. Kisebb rendűség érzése soha nem volt, hogy nincs diplomája? Talán amíg segédszínész voltam Kaposváron, 2,5 év telt el így. De az nagyon hosszú, 2,5 évig élni, reménytelenül, ez borzalmas, de nem tudom, hogy mi az a titok, ami miatt én mégis akkor ott maradtam még a színháznak, mert egyszer csak beállította Zsámbéki Gábor, és az első darab, amit megnézett Kaposváron, a János Vitéz volt, szörnyű rendezésben, szörnyű előadásban, ízléstelen, rossz feldolgozás, tehát szörnyű volt, és ült a nézőtéren, és egyszer csak látta, hogy a falusi lányok között, akik siratják a vőlegényüket, mert elviszik huszárnak, hogy van egy pöttöm gyerek, aki öklömnyi valóságos könnyekkel siratja, az egyébként a színház alkoholista kiöregetett táncos, szóló táncosát, aki éppen neki volt beosztva a vőlegénynek, és hogy öklömnyi könnyekkel dolgozik ott a karban. És akkor ő engem így kiemelt a karból. Nézzünk egy következő témát. Jó. Válasszon a művésznő egy következőt, arra kérem. Egyre nehezebb lesz, mert nem, mindig akkor sajnálom, hogy miért nem az. És érintünk is egyik másikat. Az már volt ugye, hogy én rontottam el. Igen, az volt. Igen, az volt a felvételi. Mi lenne megnézni, mi ez, hogy hátizsák? A hátizsák az ön gyerekkorára utal. Igen. Ugye az apukáját 8,5 évesen vesztette Igen. el. Ő előtte volt börtönben is. Igen. 1,5 évet. Ő politikai okokból. Politikai okok. Hát katonatiszti rang besorolásban volt a háború alatt. Nem volt ugyan fronton, de az azért már bűn volt katonatisztnek lenni abban a németekkel való csapatban. Anyukája pedig tulajdonképpen pszichés problémákkal küzdött ezt követően. Ő annyira nem tudta túltenni nem magát. Nem tudta, nem. Annyira nagy volt, olyan megmagyarázhatatlan. Ma azt mondanám, hogy lehet, hogy abnormális kapcsolat volt köztük. Olyan végtelenül nagy kötődés. Oda-vissza, anyám tehát ez és apám két oldalú között. Igen, igen.
Például édesapám társasági ember volt eredetileg, ma is őrzöm a spanyol gitárját, és mit tudom én, amerre járt, ott a falu kocsmájában, fél falu a vendége, és a klasszikus spanyol gitárjával fölállt egy székre, fél lábát az asztalra, gitározott, énekelt, és a falu összes lánya szerelmes lett a mérnök úrba. És adták neki, régen divat volt ilyen emlékszalagot adni így a kiválasztott férfinak. És anyám kezelte ezeket a lányoktól kapott szalagokat, ő őrizte, apám ugye mivel nagyon hamar meghalt, édesanyám akkor ugyan kórházba került, de később aztán gyógyíthatatlan zárójelentéssel kiadták őt, és tovább is ő őrizte ezeket a szalagokat, amiket aztán én magamhoz vettem, és most már én őrzöm. Tehát anyám válaszolgatott a apámhoz írt hölgylevelekre. Volt olyan, amikor apámat egy randevúra hívták, Kaposváron a Korzó cukrászdába, akkor az volt a neve. És anyám ment el, mert apám nem volt éppen Kaposváron, és anyám ment el. Itt a kávét a hölgyel jót beszélgettek, elmondta neki, hogy ő a feleség. Tehát, hogy na most, és ez volt fordítva is. Édesanyám 16 éves korában újságcikk is megvan, Korzó szépe aláírással. Annyira szép volt. Annyira szép volt, igen, fiatal lánykorában. Tehát anyám is kapott udvarló leveleket, meg udvarlókat személyes formában is, tehát, hogy apám is ezt, ez boldog volt apám, ha anyámat úgy hívták, hogy a szép mérnökné, vagy a szép asszony, vagy a szép pogányné, vagy mit tudom én, mit. Tehát, hogy... Azon gondolkodottam, hogy mennyire máshogy alakult volna az élete, hogyha nem veszti el az édesapját 8,5 évesen. Egész más élet valószínűleg, nem? Igen, ettől például nekem apám halála az egy... Mint egy kínai fal, akkor a választóvonal az életemben és a gondolkodásomban mindenben. Tehát minden ott dőlt el. Teljesen másképp alakulhatott volna az élet valóban. Nem, még sose gondoltam végig, hogy vajon hová. De az biztos, hogy az egy érdekes másféle út lett volna. Ő mibe halt meg? Agyvérzés volt. Hú, hát, akkor az hirtelen, egyik pillanatban. Hirtelen, igen, de nem, de mikor, akkor éppen Bonyhádon dolgozott, akkor már sok éve nem tudott minden vasárnap hazautazni apám. Csak minden második vasárnap, vagy minden hónapban egyszer. És lényeg az, hogy amikor ott rosszul lett hajnalban, mentek volna ki a építkezésre, és lent várta a kocsis. Akkor még Fiakerrel jártak, mondjuk a mérnökök ki egy ilyen falusi építkezésre. És lent várta a kocsis, és apám késett. És akkor a kocsis fölment, és látta, hogy a mérnök úr így ül egy széken, és így előre van borulva a lábára, és ott úgy lóg. És akkor bement a központba, és mondta, hogy hát a mérnök úr részeg, nem tud lejönni. És ezt nem pontosan értették, ezt a leírást, és kimentek megnézni, és hát agyvérzése volt, és ott így rogyott le, így előre bukva rogyott le, és akkor vitték kórházba, azonnal telefonáltak anyámnak, csak hát kocsink nem volt, különösebb baráti kör nem volt. Tehát, hogy mire indult egy vonat, mire anyám személyvonattal, átszállással, Dombóváron át valahogy átszállással oda tudott érni, addigra apám meghalt a kórházban. Tehát édesanyám tulajdonképpen abba kattant bele, hogy nem tudtak beszélni, nem tudtak elköszönni egymást, nem tudtak beszélni egymással, és ettől elindultak apámmal kapcsolatos hallucinációk és rögeszmék. Tehát, hogy nem volt szabad például eloltani a villanyt, éjjel se égő villanynál aludtunk, mert apa nehogy azt így, hogy nem várjuk. Ó. Akkor utána ez nem jött be, ez a megoldás, akkor utána nem volt szabad villanyt gyújtani. Mert anyámnak jött az a rögeszméje, hogy ha meggyújtjuk a villanyt, akkor apa mégse jön be, hanem akkor elbújik. Ő már akkor nem volt teljesen tudatában annak, hogy elvesztette a férjét? Hát, tudnia kellett volna, hiszen együtt volt, hogy kimentünk a temetőbe. De közben mégis ezek a állandó és visszatérő, hát heteket ültünk ott, mondjuk télen például most is látjuk, hogy 4 órakor már bent egy lakásban korom sötét van. 2 iskolába járó gyerek, se leckeírása, semmilyen megoldás nem volt az életünkben,
mert nem gyújthattunk villanyt. Ez meddig tartott? Hát pár hónapig. És akkor rosszabbodott az állapot. Na és akkor egyszer egy ilyen temetőbe való kimenet történt, és egyszer csak azt éreztem, hogy nem bírom el, édesanyám, mert egyre jobban így hátradőlt. De úgy, hogy tehát egy olyan ideggörcsöt kapott a gerincébe, amitől ő nem jajgatott, csak nem tudott visszaegyenesedni. Tehát így elkezdett így hátra homorítani, és én meg így, hát volt, nem voltam még 9 éves, 8 és fél éves voltam, nagyon picike, és nem bírt, toltam vissza anyámat, és mondtam, anya, mit csinálsz, anya, mit csinálsz? És mondom, anya, hát néznek, hát anya, mit csinálsz? Tehát úgy utcán szégyeltem, hogy mit csinál az én anyám. És egyszer csak már nem bírtam el, és leestünk így a járdaszélre, ketten, én is vele. És akkor a mai napig élesbe hallom, amikor a Fiaker, a cukorgyár mérnöke, főmérnöke, a cukorgyár főmérnöke, Murányi főmérnök, a Fiakerével jött ezen a macskaköves úton. Tehát azt a hihetetlen éles, ahogy a kocsi kerék a macskakövön, nem pattog, hanem hát ez az iszonyatos igen. Sűrű macskakő, apró macskakő zaj, meg hát a lovak patája, hogy, és egyszer csak úgy csikorgás, fékezés, lovak, hogy fékeztek, és leszállt a főmérnök, azt mondja, drága Pogányi, mi baj van? És akkor mondtam, hogy anya elkezdett hátradülni, és én nem bírtam el. És azonnal fölemelte be a Fiakerbe, be a kórházba, és többet már nem engedték onnan ki. Tehát egy ilyen ideg görcs a gerincbe, így indult az igazi nagy fizikai jel, ahogy valami nagyon komoly baj van. Ő aztán onnantól fogva szinte végig kórházban volt. Nem, egy évig volt kórházban, de az alatt, hát ez az legsötétebb történet az életemből, hogy minket elvittek ugyan gyámszülőkhöz, tehát nekünk normalizálódott a bátyámnak és nekem az életem, mert az első édes unokatestvér, mi késői gyerekek voltunk attól, hogy anyám még nem akartak kezdetbe gyereket. Az unokatestvérem anyányi korú volt hozzám képest, ők vállalták a gyámságot, hozzájuk kerültünk, meleg családi otthon, ellátás, iskola, minden. De édesanyámnak nem volt élő felnőtt korú rokona, aki látogatta volna. Egyedül a Etta, aki háztartási alkalmazott volt édesanyáméknál, de az egész életét velünk töltötte, nem ment férhez, mindent értünk csinált az egész életét. És ő járt anyámhoz belátogatóba, de ő nem volt vérszerinti rokon, tehát nem hozhatott döntéseket. És ettől, hogy nem volt anyámnak felnőtt hozzátartozója, ettől a akkori idegosztálynak a főorvosa, utána elvették a diplomáját, de az már rajtunk nem segített, kísérletezett anyámon, és az akkor működő legerősebb sokkal kezelte. Amitől anyám nem csak teljes személyiségvesztés és tudatvesztést, a végén már Etta hiába vitte a nevelőmama, hiába mutogatta neki a gyerekei fényképét, nem tudta, kik azok. Tehát teljes személyiségvesztésig jutott el anyám bent a kórházban, és akkor kezdték el azt, hogy a személyiséget, hogy ne legyen ja, és akkor anyám tiltakozott időnként egy-egy ápoló ellen, amikor le akarták kötözni, meg nem tudom mi, és egyszer úgy rálökték, és meg nem tudt aludni, akkor kiment a folyosóra éjjel, és egyszer valamelyik ápoló úgy rögte rá a vaságyra, hogy egy fekete, megfeketedett csík lett anyám hát. Tehát annyira megkékült a vaságy széle akkorát, ütött a hátán, és akkor Etta vitte neki a tiszta hálóinget, és átöltöztetés, anya, mi ez? És akkor azt mondja, hogy az állat rálökött a vaságyra. Ennyit mondott anyám, amitől Etta úgy érezte, hogy nem hagyja. Összepakolt anyámat, és hazavitte, és valamit írtak ott egy jegyzőkönyvet, hogy Etta saját felelősségére a gyógyíthatatlan özvegy Pogány Gyulánét kivitte, elhagyta a kórházat valamit, szóval elvitte. És akkor Etta otthon elkezdte ápolgatni, gondozta, és ebben a békességben anyám elkezdett meggyógyulni. Abban az időben lett a még súlyosabb az úgynevezett álmatlansági korszakom. Tehát akkor kezdődött az, hogy folyamatosan alig vártam, hogy este legyen, hogy lefekvés, és elindíthassam a történeteimet.
folytatásos történeteim álmodozva. Voltak. Álmodozva. Meg, de és akkor mélyült el azért, amit akkor én még nem tettem helyre, persze, csak már felnőtt fejjel, mert már 10 éve, nem tudom, vezetőszínész voltam, amikor elkezdtem összekapcsolni azt a korszakot az én szakmai előrehaladásommal, hogy mikor mélyült el ez a fajta empátiakészség. Tehát, hogy mikor döbbentem erre rá, vagy mikor laktam ezt be, hogy ez nekem mélyebb, mint a szokásos. Tehát, hogy vagy mint az átlag. Tehát, hogy abban az időben indult az, hogy a vendégszobában állították fel, minden este egy vaságy volt felállítva, és a lábamnál volt egy állóóra. És az állóóra egy nagyon régi, öreg, csodálatos darab, és az állóóra negyed óránként ütött. Először egyet, és azt, ami elmúlt. Aztán kettőt, és azt, ami elmúlt. Aztán hármat, háromnegyedkor, azt, ami elmúlt, és négykor négyet, és azt, ami van. Na most én az összes éjszakát negyed óránként mértem, hogy hol tart, mennyi időm van még, tehát hogy tudom a történeteket, és izgultam, és oda voltam. És vagy szerelmes voltam, vagy gyerekem volt. Erről álmodozott? Igen, ez a kettő volt a fő téma. A fő téma. Vagy szerelmes voltam, na most egy ilyen jelentéktelen kislány, aki viszont felnőttebb a saját koránál, jóval felnőttebb a saját koránál, az hát maga a szeretet vágy, vagy a szerelemre való vágyódás, ez akkor nekem, akármilyen kislány voltam, az megvolt, nagyon élesen, mélyen megvolt. Hát én már 5 éves koromban olyan szerelmes voltam egy fiúba, hogy belázasodtam. 38-3 lett a, igen. Szerelmi láza. Igen, volt. Igen. Apám akkor olasz Liszkán dolgozott, és ahol el volt ő szállásolva, ott a családhoz minden nyáron lejöttek nyaralni Budapestről a két unoka. És nekem a nagyobbik nagyon megérkeztek, egy lázba voltam már, amíg vártuk őket, hogy mindjárt megjön a két unoka Pestről, már akkor izgalomba voltam, megjöttek, a nagyobbik nagyon tetszett, és de nekik meg évek óta már megvoltak a saját haverjaik, hogy mentek is snoblizni az utcára a haverokkal. Ők is alig várták, hogy megjön. És én azt akartam, hogy a nagyobbik ne menjen ki, nem maradjon velem. És ott a konyhában volt egy sezlony, ahova én ledültem, és mondtam, hogy nem jól érzem magam, és hogy ne adjanak itt, és erre a kisebbik felajánlotta, hogy ő bent marad velem. És mondtam, hogy igen, de én azt szeretném, hogyha nagyobbik fiú maradna itt. És bent maradt, és ledült mellém a sezlonra, és simogatta így a nagyon szőkett loknis hajam volt, és simogatta, és megmérték a lázam, hogy mi bajom van, és 38-3 volt a lázam. Semmi bajom nem volt. Ez de szép. Ez nagyon szép. Ugyanígy belázasodtam, amikor megkaptam a Komor Istvántól a színész egy kinevezést. Aznap is belázasodtam. És még egyszer volt, 3 ilyen lázam volt az esküvőm napján. És később, amikor már nagylány lett, akkor is ilyen könnyen esett szerelembe? Tehát ilyen plátói szerelmeket elég is akár? Elég szerelmes típus voltam, igen. De aztán valahogy úgy alakult a dolog, hogy hát én esküvő után egy hónap, vagy másfél hónap múlva már kiderült, hogy nem, hát akkor nem akkor derült ki, csak a számítások szerint esküvő után másfél hónappal már terhes voltam. És mit is akartam most mesélni? Hogy könnyen esik szerelembe. Ja, igen, tehát aránylag hamar jött a gyerek nekünk. De már nem voltunk fiatalok, mert én is 27 voltam az esküvőn, tehát 28 éves koromban szültem. És amikor már megvolt a gyerek, én még akkor is előfordult, hogy ebben, hogy abban, néha bele tetszett ez az. De kollégákba? Kollégákba is bele-bele estem, igen. De nem laktam be ezeket a dolgokat, mert kitaláltam magamnak azt a megoldást, hogy én nem a Robit nem bírom megcsalni, hanem a gyereket nem bírom bepiszkítani. Uh-huh. Tehát ez az rögeszme jött a fejembe, és akkor ezzel eléltem. De ezek a kollégák, hogy férfiak tudták, hogy valami Pogány Juditban olyan megmozdult? Olyan is volt, amikor tudták, igen. És azt elmondja nekem, hogy minek kellett történni, hogy elinduljon önben ez a szerelmi láz, vagy nem tudom, minek nem. Tehát milyen volt az a férfi? Hát ott egész biztos a kémia van legelől, vagyis hát az első sorban az egyik, a másik a tehetség. A tehetség? Igen. A tehetségbe kegyetlenül bele tudtam szeretni.
De tényleg úgy, hogy hát jó van, később már nem lázasodtam azért be szerintem. Ez 5 éves koromban volt mérhető, meg az esküvőn maximum, de ott nem, de ott pont fordítva, ott az idegláz szétrobbant az agyam. Tehát de én ezzel tudtam együtt élni, tehát le tudtam viselkedni ezeket a helyzeteket is. Környezete nem vette észre? De volt, amikor nem. Ugye a külső környezet nem. Az nem. Azokat nem. De az akiről szó van, azok gyakran tudtak róla, igen. De hogy tudták meg? Zavarba volt a művész? Nem, meg is mutattam én azt a helyzetet. Megmutatta? Igen. Tehát nem, elárultam. De volt olyan is, amikor csak azt éreztem, hogy én valakinek megtetszettem. Tudom, Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című darab, nem, ördögök, most rosszat mondtam, című darabját játszottuk, Asher Tamás rendezte. Amikor bemondták, hogy Pogány Juditot kérem a színpadra, akkor az egyik kollégám, aki nem volt társulati tag, csak vendég volt a produkcióban, az ugyanakkor felállt, és ugyanúgy ő is, mikor nem volt jelenete, ugyanúgy jött a színpadra, és leült a járásba, és onnan nézett befelé. És ez egy idő, már próbákon is. És hát ez egy idő után ez már nem tud nem feltűnni. Tehát az, hogyha ennyire állandósul a dolog, akkor nem tud nem feltűnni. És akkor én ezt az érzést, hogy valakinek éppen tetszem, azt belaktam. Tehát akkor erősebb lett a rezgésszám, jobban tudtam működni, csajosabb lettem tőle, meg ne. És akkor ezt végül is aztán a Robi is észrevette, és akkor komoly szemreányásokat is kaptam miatta, és próbáltam elmagyarázni a Robinak, hogy értse meg, hogy nincs semmi, de nekem, hogy ő sose tud rám így nézni, tehát én értem, sose szokottak így rajongani. Mondom, ez a gyerek, ez így rajong, értem, hagyja már meg nekem ezt a jó kis érzést. Tehát, hogy volt ilyen is. Jobb színésznő lesz akkor az időtájt az ember? Ha valakiről úgy érzem a környezetemből, hogy tetszem neki, akkor szerintem igen. Más lesz az energiaszint? Igen, a rezgésszám. Valami, igen, hát így lehet a legjobban egy szóval kifejezni, hogy a rezgésszám valamit befűt. Jó dolog szerelmesnek. Igen, jó dolog. És nem lehet belőle kiöregedni, ez az érdekes. Nem lehet kiöregedni. Tehát a mai napig pontosan látom, hogy ki az, aki fiú, aki nekem tetszene, ha fiatal lennék, de már ezért semmiféle következménye ezeknek az érzéseknek nincs, és semmilyen, most már nem az van, hogy megmutatom, meg mit tudom én, mit, ez semmi, csak én magamon azt mérem, hogy ki az, aki tetszene nekem, ha fiatal lennék, és kivel lenne rezgésszám. Azt is látja az ember? Látja az ember, igen. Ha elég hajlama van erre a dologra, akkor látja az ember. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az Örkénybe lát egy tehetséges színész. Ott az rögtön eldől, hogy tehetséges, igen. Igen? Van is ilyen, nem kell nevet mondani. De van ilyen az Örkénybe, akire ugye azt mondaná, abszolút, hogy hát igen. Itt lenne rezgés. De az is érdekes, hogy volt már olyan kollégám, aki hiába röhögve, meg utána siklítva röhögtünk, de mondta, hogy mi nem találkoztunk akkor, mikor mit tudom, valami régi szerepemből egy régi fotót meglát, és azt mondja, hát mellettem nem tudtál volna elmenni. Tehát olyan kollégám, aki hasonló megjegyzést tesz a múltra vonatkozóan, ha akkor találkoztunk volna. De ezek ma már annyira helyes viccek, ezzel annyira jól lehet viccelni. Régóta terveztem, hogy beszélgessünk, és örülök, hogy ez összejött, mert szerintem még egyszer ennyit tudnánk beszélgetni ezzel hát a levegővel. Az a baj, hogy hát itt van ez, hogy mi az, hogy borongó, mi az, hogy rossz időben, mi az, hogy hangadó, gyáva népnek, tehát hogy úristen. Folytassuk, akkor beszélgessünk még majd egyszer. Van téma, van gazdagon, és mikor lesz a bemutató? De lesz vörös szőnyeg. Én már vonultam vörös szőnyegen. De az vigasztal, hogy engem az egész országban egyedül vagyok színész, akit egyszer meghívott egy szerepre a Mihály Haneke. A kivilágszám. Igen. És amikor elment, először le akartam mondani, németül nem tudok, jaj, ilyen németül, nem, csak magyarul tudok, mindegy, de elhívott próbafelvétel, mindegy, és akkor megérkeztem, és ott egy lógó, kinyúlt, 140 éves
pulóverba, itt lógott belőle a felbomló ujjából a pamut, és ott állt velem szembe egy olyan ember, aki férfibe hasonló, mint én, ahogy a nőbe, ahogy élek, és abban a másodpercben tudtam, hogy még tolmács se kell, mert abszolút értek mindent. Köszönöm, hogy itt volt, csókolom a kezét.